Ahogyan a bolygón élő legtöbb állatnak, a madarak jelenlétének is megvan a jelentősége. Amellett, hogy hangjukkal gyönyörködtetnek, fontos szerepet töltenek be az ökoszisztéma működésében. Emiatt főleg a téli időszakban fontos odafigyelnünk rájuk és gondoskodni a táplálékukról. Az óbecsei óvodások minden évben készítenek madáretetőket. Szépet fütyülnek meg, van kicsinyük. Némelyik kismadár gilisztát is eszi, némelyik meg napraforgót. Miért fontos vigyázni a madarakra? Hogy az élőlények, amik madarakat esznek, nehogy megegyék. Meg ne legyenek betege. Most mit csináltatok, hogy segítsetek a madarakat? Fészke. És mit még? Madáretetőt. Miért fontos, hogy etessük a madarakat télen? Mert hogy ne legyenek éhes. Fészekben laknak. És milyen állatok a madarak? Repülő állatok. Miért fontos, hogy vigyázzunk rájuk, főleg télen? Azért, mert akkor nem találnak enni, és szegénykék éhen halnak. Tiszta, hogyan szoktatok vigyázni rájuk? Mit szoktatok csinálni? Hát, néha anyával szoktunk csinálni olyan madáretetőket. És nagyon finom magokat szoktunk beletenni. Mi minden évben fontosnak tartjuk azt, hogy a madaraknak télire eledelt tegyünk ki magvakat. Különféle madáretetőket készítettünk eddig, amit az interneten néztünk meg, hogy tudunk elkészíteni. A gyerekek nagyon szépen tudják már megkülönböztetni azokat a madarakat, nem az összeset, nagy részét, a végzőseink főként. Amíg itt maradnak, meg útközben átismételtük őket, a tavalyi tanultak nagyon megmaradt az emlékezetükben. Nem csak a madaraknak készítünk eledelt, hanem ilyen kis itatókat is készítettünk a kis cicáknak, akik betérnek az óvoda udvarában. Az óvodai oktatás keretében fontos szerepe van az állatvilág és a természet megismerésének. A gyermekkorban megtanulják azt, hogy a madarakra vigyázni kell, akkor az csak, ahogy idősödnek, az bennük marad. Nagyon örültek, hogy jövünk. Előzőleg a kukoricáról tanultunk, és eszükbe jutott nekik, hogy hozzuk el a kukoricacsőveket is, ők itt le fogják majd morzsolni, hogy azt is oda tudjuk adni a madaraknak. Megbeszéltük útközben még azt is, hogy mivel tudjuk a madarakat etetni, mivel nem, és a kisebbekre is ragad már a tudása a végzőseinktől, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen fölkérést kaptunk, hogy eljöjjünk. Az Ökobecse Polgári Egyesület által vezetett interaktív műhely munka keretében a gyerkőcök a madáretetők készítése mellett az újrahasznosítással is megismerkedhettek. Az ökológiai mozgalmak világnapja alkalmával szerveztük meg ezt a műhely munkát a gyerekeknek, mivel aktuális téma télen a madarak etetése, szóval madáretetőket készítünk, egy kicsit összehangoltuk az újrahasznosítással, mivel hogy műanyag flakonokból készítik a gyerekek az etetőket, és a segédeszközök is, szóval a tölcsér és a kislapát is műanyag flakonból van készítve. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a gyerekeknek már ilyen pici korban, még amikor ilyen picik, hogy felfogják, hogy miért szükséges a madaraknak télen az etetésük, és hogy gondoskodjanak róluk. Azért tartom ezt fontosnak óvónőként, hiszen egyre több részén a földnek, a világnak halnak ki állatok, halnak ki madarak, olyanok, amire már mi gyerekkorunkban még emlékszünk, hogy voltak, a gyerekek már nem is fogják tudni, hogy milyen állatok lesznek, mire főnőttek, és hogyha ezeket a madarakat etetjük, itt fogjuk tartani, akkor ők szaporulatnak fognak indulni, szaporodnak, letolnak a madarak, és több meg több kismadár lesz majd, ami azt fogja jelenteni, hogy a gyerekek évről évre tudják majd etetni, esetleg az ő gyerekeikkel közösen is tudnak majd madáretetőt készíteni nekik. A gyerkőcök napraforgó maggal töltötték fel az etetőket, amihez egy kis dalocskát is énekeltek. Napraforgó megértél, herges magot itt a tél, mag-mag búj előtt, vár a cinkám, A madarak amellett, hogy világszerte jelentős szerepet vállalnak a növények beporzásában, egy nemrég megjelent kutatás szerint évente 400-500 millió tonna rovart fogyasztanak el. Amik itt maradnak madarak, például
az év folyamán a kertben megeszik a kukacokat, például télen viszont nincsenek kukacok, és az van, hogy az élő terüket nagyon az emberek leszikültetik, és akkor nem is találnak nagyon élelmet, és amit mi legjobban hangoztatunk, hogy szóval olajokban gazdag magvakat, szóval a legjobb a napraforgó, amit tudunk adni a madaraknak. Mivel a madarak az egész világon jelen vannak és gyorsan reagálnak a környezeti változásokra, ők a bolygó egészségének hírnökei. Ők azok, akik legkorábban figyelmeztetnek minket az egész világot érintő problémákra, mint például a klímaváltozás hatásaira is.